tehát 8. alosztály, és itt tartja az éves rendes hozzájárulókat, úgyhogy szeretettel várjuk őket, hogy foglalják el a helyüket. Szeretettel köszöntök minden kedves vendégünket, pedagógust, gyerkőcöket és minden segítőt, aki ennek a bárnak a létrejöttében itt volt, segített nekünk és segíteni is fog még. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien eljöttek. A tavalyi bárnak a bevételét a Kisudvarnak a térkövezésére fordítottuk, szerencsére több évnyi várakozás után sikerült. Az idei évnek a bevételét pedig kültéri játékokra, illetve projektoroknak a korszerűsítésére fogjuk fordítani. Én azt szeretném kívánni, hogy mindenki érezze jól magát, táncoljanak, mulassanak, és jó szórakozást kívánok. Átadom a szót Marikának. Én is nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket. A műsorszámok megtekintése előtt köszönetet mondok mindenkinek, aki megtisztelte jelenlétével bálunkat, vagy bármilyen formában támogatta ezt az eseményt. Külön köszönetet mondok a Szlúka étteremnek, aki a finom vacsoráról gondoskodik, és Luka Jánosnak és Marikának a kedvezményekért. A sós süteményeket Dóra Pék üzlete és a Giovanni cukrászda jó voltából, az édes sütemények iskolák 14 osztályának szülői közösségei által kerülnek az asztalokra. A talp alá való zenét ismét a Parti Band zenekar szolgáltatja. Idén is részt vettek a szülők az előkészületi munkákban, a szőnyegek felterítésében, dekoráció elkészítésében és felrakásában. A főpróba utáni terítésből is kivették részüket. Köszönjük kollégáimnak a tevékeny részvételt, Petrócziné Pál fiancsának a szervezést. És úgy gondolom, hogy köszönjük. És itt szeretnék köszönetet mondani a most nem látható segítőknek, akik évről évre munkájukat ajánlják fel a bár sikeréért, felszolgálóinknak, a büfében dolgozó szülőknek és a konyhában segítőknek. Minden évben, köszönjük szépen, itt vannak kint mindahányan, úgyhogy a nevükben köszönöm. Minden évben rengeteg tombola felajánlást kapunk, ez ebben az évben sem történt másképp. Sok szép és értékes ajándék várja leendő tulajdonosát. Köszönjük a sok-sok tombola felajánlást, pénzbeli támogatást, támogatójegyvásárlást. Most pedig jöjjenek az est fő szereplői, a gyerekek, akiért ma este eljöttünk ide. Először iskolánk néptánc szakkörösei sárközi karikázó és cinegés táncot mutatnak be, felkészítő tanáruk Forrás Jánosné Andi néni. Őket megelőlegezzük, nekik nagyon ügyesek. Őket a 3. A és B osztály ifjú táncosai követik, osztályfőnökök Simári Erzsébet és Csimáné Kispár Gyöngyi tanítónéni. A lányok a Hamu Pipőket című film zenéjére a Virágok táncát mutatják be, a fiúcskák pedig a Zsiványok kalapos táncát, jazz és swing egyvelegre. Felkészítő tanáruk Forrás Jánosné Andi néni. A bemutatók sorát a 6. osztály tánc bemutatója zárja. Osztályfőnökük Ványi Szilvia.
Az elmúlt évek hagyományait követve a 6. osztály is lelkesen készült a bára. A gyerekek ötletei alapján válogatott zenékre készítettek, táncos produkció felkészítésében Schillingerné Budai Zsuzsanna tanárnő volt a segítségükre. Az ő lelkes és áldozatos munkáját hálásan köszönjük, a zenék összeszerkesztését pedig Petróci Ferenc szülőnek köszönjük szépen. A sok-sok próbát követően a gyerekek izgatottan várták a mai bemutatót, nem is húzom tovább az időt, fogadják a fellépőket sok szeretettel. Thank you.
remélem, hogy mindegyik csoportnak a tánca elnyerte a tetszésüket, és hát idén mi is bepróbálkoztunk egy kicsit. Eleget tettünk a hatodikosok felkérésének. Szerintem a többiek nevében is mondhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat a próbákon is a gyerekekkel. Kérem szépen, hogy Andi néni és Zsuzsi néni fáradjon ide egy kicsit. Legyen szíves. Mert hogy szeretnének köszönetet mondani a felkészítésért, a sok-sok óráért, hajnalért és mindenért. Köszönjük a munkátokat, köszönjük szépen. A műsorszámok alatt kedves férjem Miklósi László hangosított, köszönjük neki is a munkáját. De itt még nem ér véget az ő feladata, mert a szokásos tombolárusítás is az ő, illetve Dékán Gyula kollégánknak a feladata lesz. Vacsora után kezdik el majd árulni a tombolát. Árusítani. 300 forintba kerül egy tombola, és természetesen az itt befolyt összeg is a gyerekekre fogjuk fordítani. Rövidesen érkezik a vacsora, úgyhogy a vacsorához jó étvágyat kívánok, utána pedig jó szórakozást, vidám hangulatot és kellemes estét, hajnalt, ahogy Mityát ismerem. Érezzék jól magukat!